Egy rossz mozdulat, egy csúszós felület vagy egy kis szédülés, és megtörténik a baj. Ha egy idős ember elesik, komoly sérüléseket szenvedhet, ha pedig senki nem nyit rá ajtót, akár az életébe is kerülhet a baleset. Éppen ezért készített tájékoztató füzetet az önkormányzat az otthoni balesetek megelőzésének praktikáiról. Kifejezetten az a célja a biztonság időskorban, hogy a címe is sugallja, hogy mindent meg kell tenni, és meg is lehet nagyon sok mindent tenni azért, hogy az időskorúak elkerülhessék az otthoni baleseteket, megelőzhessék. A 60 plusz program kiadványa minden olyan élethelyzeten végigkalauzolja az olvasót, ami balesetveszélyes lehet a lakásban. Az egészségügyi világszervezet szerint a 60 éven felüliek körében a lakosság egyharmada évente legalább egyszer elesik, és ennek a jelentős hányada otthon következik be, és elég gyakran sérülés is származik, vagy igényel kórházi ellátást, vagy nem. Ez a kiadvány mindenre kiterjedően felkészíti az idős embert, hogy az otthonában ő biztonságban lehessen. A fényviszonyoktól kezdve a kapaszkodók felszerelésén keresztül a járásbeli tanácsadásig tippeket adunk, hogy hogyan tudnak biztonsággal felülni az ágyban, felállni a székről, vagy visszaülni a székről, hiszen nagyon gyakran akkor is el szoktak esni. A füzet azt is elmagyarázza, hogyan lehet a lakás berendezését idősbaráttá, biztonságossá tenni, de a hétköznapi mozdulatok helyes, fájdalommentes kivitelezésére is megtanít. Ne a kuka fölé hajolva pucolja a krumplit, inkább vigyen oda egy széket, arra üljön le. Ez mind a gerinc kímélet miatt fontos, hogy a gerinc bántalmakat, a derékfájást megelőzzük. Vagy akár ilyen, hogy a konyhában milyen magasra teszi azokat a dolgokat, amiket gyakran használ. Ne kelljen érte magasra nyújtózni, ne adj Isten felállni bármire, mert az egy instabil felszín, és abból nagyon gyakran következik be baleset. Május 6-ától 3, illetve 4 helyszínen tudják az időskorúak ezt elvinni, az Újbuda 60 plusz program kérő, illetve Bölcső utcai programközpontjaiban, nyitvatartási időkben, az Újbudai Szociális Szolgálat Keváz utca 6-os központjában szintén nyitvatartási időben, és a Szent Kristóf szakrendelőben is hozzá fognak ezt férni. Aki biztosra akar menni, az a 60 plusz programközpontokban és a Keveháza utcai Szociális Szolgálatnál keresse a füzeteket.